Maradunk a nemzetközi vizeken, de egy kicsit más témával folytatjuk vendégem Ágoston Samuel jó estét szervusz. Mert hogy a vasárnapi bejelentés óta mindenki arra kíváncsi, hogy a patrióta pár család az hova fog fejlődni. És most Matteo Szávini nyilatkozatát is lehet olvasni. Eddig csak ugye üdvözölte a létrejöttét, most azt mondja, hogy dolgozunk a patriótákon. Az AFD-nek az elnök helyettese pedig úgy nyilatkozott vagy társanöke, hogy inkább később, de csatlakozhat. Nak van erre reális esély. Vasárnap Orbán Viktor azt mondta, hogy olyan méretű lehet ez a pártcsalád, amire most még nem is gondolunk. Mindig megy a matek, de úgy tűnik, hogy megvan a képviselők száma, viszont a pártok száma nem. A következő napokban kik azok, akik szerintet feltétlen csatlakozni fognak? Nehéz elárulni, mert nagyon látványosan hallgatott erről mind Orbán Viktor, mind Orbán Balázs, és ki az elemző, hogy helyettük beszéljen? Tehát uh, igazából a, a sajtóhírek alapján azt lehet biztosra venni, vagy a kijelentések alapján azt lehet biztosra venni, hogy senkinek nem kell aggódnia. Mm. Ez a pártszövetség létre fog jönni. Hét országból kell, hogy csatlakozzanak. Három már biztosan megvolt az alapításkor, lett egy negyedik Igen. a portugál csega révén, és uh, Szávini az ötödik lehet, de van itt uh, löpentől kezdve. A, a lengyeleken át, akár Szlovákiáig érdeklődő bőven, tehát én, én szerintem kiinduló pontnak azt kell biztosra venni, hogy július 4-én, azaz csütörtökön be tudja jelenteni a párszövetség a megalakulását, július 8-án létrejöhet az alakuló ülés, és az Európai Parlament július 16-ai nyitó ülésén ott lesz ez a patrióta szövetség, Patrióták Európáért szövetség, és innentől kezdve számolni kell velük. Ugye elmondtad a határidőket, de július 8-án lesz ugye az LP alakuló ülése. 16-án van az LP alakuló a frakció van Így van, az. viszont be is jelenthetik, hogy például az LP vezetői posztjainál milyen titulusokat vagy jelölteket szeretnének állítani, miket szeretnének megszerezni. Na most egy ilyen frissen létrejött pártcsalád, ami mondjuk nem csak, hogy a minimumot teljesíti pártokban, meg létszámban, milyen posztokra lehet várományos? Gondolok itt arra, hogy ez milyen erővel bírhat, hogyha ö, fontos vagy fontosabb helyeket meg tudnak szerezni. Ez a matektól függ, ahány képviselője lesz, nagyjából annak az arányából lehet a különféle posztokat megszerezni, de szerintem ehhez mi ketten kevesek vagyunk, hogy eldöntsük, hogy az Agrár Bizottság pozíciója vagy a Mentelmi Ügyek Bizottság elnöki pozíciója a fontosabb, az biztos, hogy az elmúlt évek függetlensége helyett, amit az Európai Néppártból való kilépése után a Fidesz kényszerűen választott, ennek a történetnek véget ér, létrehoz egy új pártot, alapítója ennek Orbán Viktor, és ez az új párt lehetőséget biztosít a nagyobb befolyásra Brüsszelben. Ennek a létrejött a szerinted politikai szempontból kinek nagyobb gyomros? Az Európai Unió vezetésének, vagy jövendőbeli vezetésének, jövőbeli vezetésének, vagy mondjuk a néppártnak? És is, is, a néppárt ugye azt a döntést hozta, hogy a hagyományos koalíciót tartja fönn. A néppárt maga erősödött a választáson, picivel, a frakció valamivel nagyobb lett, de a liberálisok és a szocialisták gyengültek, és a néppárt mégis azt mondta, hogy ugyanazt a koalíciót akarja megkötni, ezzel szemben szerveződik most egy brüsszeli ellenzék, Orbán Viktor már februárban az évértékelő beszédében megmondta, hogy ő nem Európa alternatíváját keresi, hanem egy európai alternatívát. Aztán később arról beszélt, hogy el akarja foglalni Brüsszelt. Talán ezt ilyen elemző nyelven úgy mondhatnánk, hogy befolyást szeretne szerezni Brüsszelben, és ez zajlik jelenleg a szemünk előtt. Talán utólag úgy fogjuk ezt mondani, hogy történelmet ír a kormányfő, azzal, hogy egy új pártszövetséget létrehoz, azzal, hogy az Unió rotációs elnökségét, Magyarország tölti be, ma az ukrán kapcsolatokat rendezte két oldalon, de talán még ennél is fontosabb, hogy az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzését, a béke megteremtését próbálta meg elérni Kievben, de hallunk már versenyképességi fordulatról, hallunk a migrációs paktum gondolásáról, tehát egy, egy rendkívül aktív, intenzív és a sors kérdések, amik válságba kerültek az elmúlt években, ezeket rendező elnökségre lehet számítani. Egy elemző írás úgy fogalmaz, hogy a mostani pártcsalád, illetve létrejötte, illetve a mai kievi látogatása Orbán Viktornak nem feltétlenül Brüsszel elfoglalása, vagy az Európai Parlament elfoglalását jelenti, hanem egy sokkal nagyobb Európai Uniós befolyást, és ahogy írják, az Európai Tanács elfoglalását célozza meg. Mennyire osztod ezt a véleményt? Az elfoglalás az, az egy politikai nyelv. Mi elemzők azt mondanánk továbbra is, hogy befolyásszerzés. A párt család létrehozása is erről szól, illetve a politikának egyik kulcsfogalma a mozgástérbővítés. Az, hogy minél több megállapodást lehessen kötni, minél több partnerrel. Az ukrán-magyar viszonynak a rendezése szerintem ebben segít, mert legyünk őszinték, mind a lengyel, mind az olasz barátai értékrend alapján barátai a, a magyar kormánypártnak. Ebben az ügyben nem tudták elfogadni a magyar álláspontot. A mai találkozó után szerintem ez az akadály megszűnt és az európai pártcsalád, a patrióta pártcsalád bővülése előtti akadályok is ezzel megszűntek. Kicsit úgy tűnik az elmúlt időszakot figyelve, hogy megkapta Magyarország az illegális migrációval kapcsolatos büntetést. Ugye a napi 1 millió eurót, meg ugye a többi dolgot, ott van a jogállamisági eljárás. Szóval volt itt minden az elmúlt években, és most legutóbb Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy azon dolgoznak, például a bírsággal kapcsolatban, hogy olyan megoldást találjanak, ami jobban fáj az Európai Uniónak, mint nekünk Magyarországnak kicsit úgy tűnik, mintha gőzerővel beindították volna a motorokat, és ez a formáció, a politikai formáció, a kievi látogatás, és még ki tudja, mit hoz magával a következő rövid időszak, ez ennek az előkészítése, hogy Magyarország valahogy ezeket a visszaverje. Igen, de nem egyszerűen visszaverésről van szó, az is nagyon fontos uh, csatatér, hanem a problémát akarja megoldani Magyarország. Rátapintott a magyar miniszterelnök az, azokra az ügyekre, amelyeket amíg nem rendez Európa, addig ilyen értelmetlen viták zajlanak. Tehát ha az ember egy lépés távolságból nézi azt, hogy a határon a migrációt megállító országot megbüntetik luxemburgi bíróságban, gond, megbüntetik, az egy teljesen abszurd álláspont. Erre lehet azt a választ adni, amit hirtelen felindulásból a miniszterelnök mondott, és érdekes, hogy pontosan milyen megoldást fog rá találni, hogy visszaadja a büntetést azoknak, akik megérdemlik, de még fontosabb, hogy magát az ügyet, a migrációt megoldja Magyarország, és erre számítok, hogy az elnökség alatt egy alternatív migrációs csomagot ki fog dolgozni a magyar kormány. Somkuti Bálintal már beszélgettünk arról, hogy létrejöhet-e a tűzszünet most Ukrajna és Oroszország között, viszont hogyha most ezt euh, politikai elemzőként nézzük, vagy nézed, akkor euh, szerinted miért van az, hogy két és fél éve Magyarországot, illetve Orbán Viktort orosz barátnak kiáltották ki, eddig folyamatosan bírálták, hogy nem utazott Kievbe, Ukrajnába, most pedig a soros elnökség első napja nem csak, hogy oda utazott, hanem a békéről, a béke előmozdításáról tárgyalt egy gyors tűzszünetről, és úgy tűnik, hogy az ukrán fél vevő erre a javaslatra. Miért van ez? Ez azért van, mert mindenki tudja, hogy amíg nincs béke az orosz-ukrán konfliktusban, addig Európa bajban lesz gazdaságilag. Ezt tehát komplexen kell látni. A béke ügye az Európának a világban a pozícióját, politikai és gazdasági pozícióját, az európai gazdaság versenyképességét szolgálja, túl az ember életek kioltásán. Azaz, ha valaki új lendületet akar adni Európának, és ez az ambíciója a magyar kormánynak, akkor ezeket a felhalmozódott, megoldatlan válságokat és problémákat rend kell. Én azt hallottam ki a mai sajtótájékoztatóból az ukrán és a magyar miniszterának között, hogy egy béke konferencián szervezésében segíthet Magyarország, és Magyarország pozíciójából nagyon fontos, hogy nem csak az ukrán elnökkel alakult ki most egy szoros kommunikációs csatorna, hanem Moszkvával is van kapcsolata, már pedig mindenki tudja, hogy békeszerződés csak akkor fog létrejönni, de tűzszünet is csak akkor tud működni, ha mind a két egyetért. Magyarországnak tehát fontos közvetítő szerepe lehet. Igen, viszont úgy tűnik, hogy von der Leyen is többször utazott Kievbe, több politikus már meglátogatta Zelenszkijt Ukrajnában. Orbán Viktor pedig oda megy, és lehet, hogy történik valami. Na most ez a erőviszonyokat tekintve azért a magyar hangsúlyt jobban megemeli. Hát azt hiszem, akik nem szeretik a magyar kormányfőt, is tudják, hogy ma a magyar kormányfő a világ egyik legismertebb politikusa, tényező. Nem csak Magyarországon, Európában, hanem világ tényező. Ennek láttuk a lenyomatát ezen a találkozón. Mondom még egyszer, az a politikus, aki nem tud egyszerre Kievvel és Moszkával kapcsolatot tartani, az nem tud segíteni a tűzszünetben és a béke létrejöttében, már pedig a francia elnök és a német kancellár törölte Putyinnak a számát a telefonjából, Ursula von der Leyen pedig már régóta csak Kievet látogatja meg. Ezek a politikusok Ukrajnát támogatják, de a békét és a tűzszünetet nem tudják elősegíteni, mert nem tudtak közvetítő szerepet játszani, Rádásul. mint akár Angéla Merkel korábban. Ráadásul ugye Szijjártó Péter Lavrov külügyminiszterre pont ma telefonon egyeztetett. Ez azért fontos. Köszönöm, hogy itt voltál. Örült.